Köszöntöm a kedves nézőket, Vörös Csaba vagyok. Ciprusra látogatunk, következik az idei ERC, vagyis Rally Európa Bajnokság 8. fordulója. Ez lesz az első teljes nap, tegnap már megrendezték a kvalifikáció szakasz, kiderült, hogy ki honnan rajtol majd. Ez a verseny rendkívüli, hiszen 60%-a Murván, 40%-a pedig aszfalton zajlik. Ime a bajnokság állása, Kajetanovic 159 pontos, Craig Breen pedig 136. A dolog pikantériája, hogy Craig Breen erre a verseny hétvégére nem látogatott el, úgyhogy a lengyel versenyző gyakorlatilag annyira ellóghat a bajnokságban, hogy már később nem is érhetik utol. Három magyar résztvevője is lesz a Ciprus rallinak, mármint három páros, Botka Dávid, Széles Péter, ifjabb Érdi Tibor, Patkó Gergely, Ranga Péter és Cakó Janek, mind a hárman Evo 9-est használnak. Korábban a Ciprus ralli része volt a világbajnokságnak, aztán az IRC-nek, most pedig az ERC-nek a központja Nikózia. És mindjárt mutatjuk, hogy mi várt az indulókra. Rengeteg rajongó. Az első napon 8 szakasz kerül megrendezésre, 60%-a aszfalt lesz. És ne feledjük el, hogy csak murvás gumikat lehet használni. Lesz 15 km-es szakasz, 22 km-es, 10,3, 11,42 km. Mindegyik gyorsasági ismétlődik. Orra is kell számítani. 7 óra 35 perc. És hamarosan elrajtol a verseny. 15,2 km-es az első szakasz. 20%-a aszfalt, 80%-a murva. Ezt csak azért említem, mert például a következő gyorsasági már 86% lesz az aszfalt, és 14%-a murva. Mitsubishi Lancer Evo 9-essel, egy ciprusi, tehát hazai versenyző, Panikos Polikárpot láttuk. Óriási a hőség, itt van Kajetan Kajetanovics, ő is elindul. Ford Fiestát használ a lengyel. Kvalifikációs szakaszon ő volt a leggyorsabb, és tegnap az 5. rajthelyet választotta. Láthatjuk a Port. Most láthatjuk, hogy most a murvás részen megy. És eléggé gyorsan halad Kajetan Kajetanovics, a második időt éri el. Nézzük belülről, hogyan dolgozik. A második szakaszon már több mint 80% az aszfalt. Egyébként ez a rallinak a leghosszabb szakasz, a 22 km. Eléggé csúszós volt ez a rész, ahol most jár. Második gyorsasági Mark Kaito volt a leggyorsabb, és vezeti is a rallit. Nézzük a kihívókat, hogyan mentek. Innen Robert Consani, aki legutóbbi hétvégén elképesztően nagyot bukott. Navigátora pedig a belga Lara Van Est. Nem zavarja a fiatal hölgyet, azt mondta, hogy nagyon bízik Robert Consaniban. Nem érdekli, hogy a Barum Rallyn olyan nagyot bukott. Gyakorlatilag egy teljesen új autót kapott Consani. Némi meglepetésre az első szakasz csak az 5. helyen fejezte be. Majdnem fél percet veszített. Consani azt mondta, hogy keresgéri a jó beállítást. Apró megingás. Ez már a második szakasz egyébként. Gauche à fond long, en deux fois,
Igaz, harmadik az összetetben két gyorsasági után, de 53 másodperces hátrány gyűjtött össze. Íme a Citroën DS3-as, ez pedig már egy Peugeot 208-as, Bruno Magalhães. Látási viszonyok nem mindenhol tökéletesek. A harmadik helyen kezdett Magalhães, aztán jött a következő szakasz. Itt már kiderült, hogy nem jó a beállítása. 39,4 másodperces hátrány gyűjtött össze. Alexei Lukianuk arra törekszik, egyébként orosz versenyző, csak fehér orosz licenszel megy. Greg Brindt az összetetben elkapja, hiszen Brindt pont nélkül zárja egészen biztosan a futamot. Ford Fiesta R5-össel lesz csak a második kurvás verseny Alexei Lukianuknak. Némi meglepetésre a 15. rajt helyet gyűjtött, illetőleg választotta. Hát ő tudja, mit csinál, minden esetre csak a tizedik. Eléggé pekkesnek tűnik Lugiano, közel imént küzdött az autóval, most így rámegy az aszfalt szakaszra. Később kiderült, hogy mi a gond, miért nem tudott teljes tempóval autózni, és a kormány szervója tönkre ment. Szervó nélkül 22 kilométert megtenni. Nézzük, micsoda csapatmunka. Közel 2 percet kapott Kajtóval szemben. Itt láthatjuk az állást. Kajtanovics, Magalhães, Consani, Tarabusz, Butvilász, és hogyha fordul a kép, akkor ott látjuk Botka Dávidot és Széles Pétert, ők a 7. helyen állnak. Úgyhogy nagyszerűen kezdtek a magyarok. Egy perc szünet, és mindjárt folytatjuk a Ciprus Rally összefoglalóját. Csodálatos felvételek, és itt látjuk az első 5 sorrendjét. Komoly előnyre tett szert Kajetanovics. Jön a harmadik és a negyedik szakasz összefoglalója, az egyik 10,3, a másik 11,4 kilométeres volt. Valahol Kajetanovics a távolban, íme. Kényelmesen vezet. A harmadik gyorsaságén 34% volt az aszfalt, 66% a murva, a negyediken pedig gyakorlatilag fordítva, tehát 64 az aszfalt és 36 a murva. Kajetanovics volt a leggyorsabb mind a két szakaszon, ő már Robert Consani. A harmadik gyorsasági volt egy megpördülése. 45 másodpercet veszített. Ime, óriási mák.
Merci un peu. Tarabusz, te versenyző Skodával. S2000-es verziót választott a Ciprusra. És átveszi a harmadik helyet Consanitól. Putvilász a következő, litván versenyző Subaru Imprézával. RC kategóriában a harmadik. Ugye Botka Dávid a második az RC2-ben. Putvilász sajnos összetörte magát. Íme. Ő pedig Botka Dávid. És navigátor a Széles Péter, az RC2-ben, ahogy említettem, a másodikak, 12 pont a hátrányuk Wojtek Stiefel szemben. Ez a cseh versenyzőt is látni fogjuk. Nagyon jól ment Botka Dávid, összetettben a hatodik helyen állnak, az RC2-ben pedig a másodikak. Ime Stief. Nem valami tapasztalat, ami a Murva rallikat illeti, csak a második murvás versenye ez. Pici büdzsével dolgoznak, úgyhogy egyrészt gyorsan, másrészt pedig nagyon óvatosan mentek. Csóval lassabb ezáltal Botka Dávidnál. 15-ek az összetetben, és az 5. helyen állnak az RC2-ben. No, és akkor végül mielőtt a szervizparkba érkezni, nézzük egy ciprusi versenyzőt. Christos Demosthenus. 5. helyről várja a folytatást, Tudisi Láncer Evo 9-essel hajt. És íme. Kajetanovics előnye már több mint 1 perc, 1 perc 19 másodperc. Nagyon szétrázódott a mezőny. Botka Dávidék tehát a 6. helyen, rangáik pedig a 9-ek. Érkeznek a szervizparkba a versenyzők, köztük a legjobbak, sőt a legjobb, Kajetan Kajetanovics. Minden oka megvan, hogy elégedett legyen. Vezetünk, mondja. Méghozzá azért, mert nagyon keményen nyomtam a gázt. Talán meg kell változtatni a terveimet, mondja. Bruno Magalhães, a portugál versenyző második. Valami nem stimmel a kocsival, lefulladt, megpróbáljuk majd helyrehozni, nem olyan nagy probléma ez, viszont hogyha mondjuk megfordulunk a szakaszon és lefullad a motor, akkor nem tudnánk újraindítani, az viszont már nagyon nagy dráma lenne. Robert Consanni. Láthattuk, hogy volt egy meleg pillanata, egyelőre nem tűnik jónak a kocsi beállítása. Az erővel vannak gondok, mondja Robert Consanni. Ugyanakkor a futómű viselkedése sem tökéletes. Emiatt pördültünk meg, az autó hátulját elveszítettem. Ebben a pillanatban a Ciprus rally számomra arról szól, hogy túl kell élnem valahogy. Alexei Lukjanuk is megérkezett. A 8. helyről várják a folytatást. Alexei Arnautov, a navigátor, mondja, hogy el sem tudom képzelni, hogyan tud vezetni kormányszervó nélkül. A kormányrudat ki akarjuk cserélni, ki is fogjuk, nagyon bízom benne, hogy ez segíteni fog majd nekünk.
kérem szépen, egy ilyen autónak a kormányrúdját nem kevesebb, mint 30 perc alatt kicserélték a szerelők. Félelmetes munkát végzett a H-Racing csapat. Mit is mond Alexei Lukjanuk? Továbbra sem működik a kormányszervó. Mi azt vártuk, hogy sikerül helyre rakni. Hát akkor valószínűleg jobb kormányszervó lenne szükséged. Azt hiszem, hogy körülbelül 10%-ot segít a kormányszervó, nem többet. Legalábbis ami nekem van. Könnyeivel küzdik Alexei Lukjanuk. Hát mondani sem kell, hogy hősiesen folytatja a versenyt. Most már nem Kaitoval harcol, hanem azért, hogy túlélje ezt a napot, idézősen túlélje. És holnap már jobb körülmények között versenyezhessen. Így állunk négy szakasz után, Kajetanovic, Magalhães és Tarabos az első három. Az ötödik helyezett már több mint 2 perces hátrányból folytatja a versenyt. No, lássuk akkor. Minden ismétlődik. Jön a 22 kilométeres és a 10,3 kilométeres szakasz. Lukjanuk a képen. 44, illetőleg 32 másodpercet veszített. Úgy nyolcadik az összetetben, hogy 4 perc a hátránya Robert Consani. Magas a vízhőmérséklet, 120 fokon dolgozik az autó. Nem sok ereje van Bruno Magalhães rajtól. Ő még tartja magát. Magalhães a második. Jaromír Tarabos látjuk a cseh versenyző Skoda Fábiával. Egy negyedik, illetőleg egy harmadik helyet gyűjtött be. Pontosan ugyanazt sikerült autóznia, mint Magalhaesnek az egyik szakaszon. Úgyhogy továbbra is a harmadik. Raúl Jetsz már nézd versenyző. Elég sokat fejlődött. Sikerült felküzdenie magát a 10. helyre. Ő pedig Botka Dávid, akinek gondjai támadtak a 6. szakaszon. Az 1-es és a 2-es sebességi fokozata működött, viszont később aztán a többivel gondjai támadtak. 6. helyen állnak egyébként. Antonin Tlusták. Csak 3,6 másodperc átrány a Botkával szemben. Itt pedig Christos Demosthenos. Legjobb ciprusi versenyző van belőlük bőven egyébként a mezőnyben. Úgyhogy ez nagyon nagy szó. Végül pedig Kajetanovic. Természetesen vezet. Most már 1 perc 53 másodperc az előnye. Az 5. és a 6. szakaszon is ő volt a leggyorsabb. Kajetanovic, Magalhães, Tarabos, Consani és Demosthenos. És hogyha fordul a kép, akkor látni fogjuk Botka Dávidot a 6. helyen, Kranga Pétert pedig a 9. Abból már csak 2 szakasz van hátra. A 7. 11,4 kilométer volt, 64% aszfalt, 36% pedig múrva. Wojtek Stajka képen. Ő az, aki Botka Dávid előtt vezeti az ERC 2-es bajnokságot.
ne felejtjük, nagyon kis büdzsével mennek. Ez a második Murmáns versenye. Mindig élvezem, amikor meglátom a szakasz végét. Örülök, hogy egy újabb szakasz van mögöttünk. Potka Dávid. Sajnos nem halljuk tovább Széles Pétert. Nekik is akadnak gondjaik, említettem, hogy, de hát mondja el, Botka Dávid, sebességváltó gondok, az 1-es és a 2-es rendben van, a 3-as és a 4-es viszont nincs. Antonin Lusták. Cseh versenyző Skoda Fabia és 2000-essel megy. Christos Demosthenus. Tavaly 6. volt ezen a rallin, most viszont ott lehet a top 5-ben. Miután Botkának sebességváltó gondjai akadtak, az RC2-ben vezeti a kategóriát. Nagyon jó volt ez a szakasz, boldog vagyok, minden rendben van. Robert Consani a Citroennel. Minden bajuk volt már, futómű, melegedett a motor, nincs elég ereje, nem jó a kocsi beállítása. Egyedül a navigátora és az itinere jó, mondta Robert Consani. Új navigátora van Lara Van Est személyében. De sok gond ellenére a negyedikek, úgyhogy még dobogó is lehet ebből. A gondok nem álltak helyre, úgy érzem, hogy az autónak nincs elég ereje, nagyon nehéz vezetni ilyen körülmények között. Jaromír Tarabusz, Kajetanovics, Magalhes és Tarabusz az első három. Összességében Jaromír Tarabusz elégedett lehet a mai nappal. Boldogok vagyunk, mondja. Minden rendben ment a szakaszon, amikor aszfalt volt, hiszen akkor eléggé széles a pálya. De összességében szerintem a murvás részek is nagyon jók voltak. Élveztem. Bruno Magalhes. Szolid második hely. 50 másodperccel vezett Tarabusz előtt. Magalhes a délutánra valamivel puhább futóművet kért. Jó választásnak tűnt. Alexej Lukjanov. A verseny jelentős részét kormányszervő nélkül teljesítette. A második szakaszon ment el a kormányszervója. Nagyon bízom benne, hogy sikerül majd valamit rendbe hozni. A második kör elején már tudtam, hogy ezt a napot kormányszervó nélkül kell végigfutnom. Reménykedem abban, hogy holnapra már helyre jönnek a dolgok. 8. szakasz egy szuper speciális volt, 6,18 km, 74%-a aszfalt, 23%-a pedig murva. Kajetanovics a képen.
egy kis örömautózás, persze egy ilyen szuper speciálisan is kilehet esni a versenyből. Nyolcból hét szakaszt nyert meg. Egész egyszerűen tökéletes volt, amit Kajetanovics produkált. Ezen a szakaszon 2,5 másodperccel volt gyorsabb, mint Consani. A második része nagyon csúszós volt. Élvezem, amikor úgy kell mennem, mintha jégen autóznék. Fantasztikus. Nagyon jó, hogy megnyertem ezt a szakaszt. Egy nap után tehát vezet Kajetanovics kényelmesen Magalhes előtt. 2 perc 17,8 másodperc az előnye. Tarabuzzo a harmadik. Botka Dávid és Széles Péter a hatodik. 9. pedig Ranga Péter és Czakó Janek. Kitűnő produkció tehát a magyaroktól. Holnap újabb 8 szakasz vár a versenyzőkre, valamint csinos hölgyek a melegben, a hőségben. Íme itt láthatjuk, most már nem lesz 22 kilométeres szakasz, de minden gyorsasági hosszabb lesz, mint 10 kilométer. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!